üdvözlök minden kedves nézőt, az iStyle rendhagyó unboxing kiadása. A mai nap folyamán a Harman Kardon új Soundstix 3-asát fogjuk kibontani, amely körülbelül egy hete érkezett meg az üzleteinkbe. Akkor lássuk. Ő lenne dobozzal együtt a szépség, nagyon dizájnos kis fekete doboz kapott, és az egész készülének a szép világa most már ezt a szép tükrözi. Nézzük, mi van benne. A szokásosnak mondható papírok és csatlakozók tömege, angol töltőfej, illetve az európai. Van hozzá egy ilyen kis jack bevenet, RCA bevenet átalakító, mondjuk az Xbox PS3 tulajdonosokra nagyon jó hasznot tesz. Illetőleg egy AUX kábel, most már az egyik csatlakozó, bocsánat, az egyik szatellit az most már ezzel a fajta csatlakozóval kapcsolódik a ménynyomóhoz. Ő az, így néz ki a Soundstix 3-asnak a ménynyomója. Itt talán jobban látszik, hogy maga itt a membrán is látszik, hogy egy ilyen fekete színt kapott, illetve maga készülék alján és a tappancsok is feketék lettek, az előző generációban ezek még ilyen kvázi ilyen csillogós kékes-fehéres volt, tehát maga a készülék is egy kicsit ilyen fekete-fehérebb lett, illetőleg itt ez a gumigyűrű, ami körbe fogja, valamint ott belül a ménynyomóban is egy átlátszó színt kapott, tehát ez még az előzőben kék volt. A tervezők úgy látszik most erre a fekete-fehér színvilágra fektették a hangsúlyt, itt hátul is feketék a csatlakozók, illetve fekete a hangerőszabályzója a ménynyomónak, illetve itt még amiről még szintén fekete, ez a nyomtatott áramköri lap is fekete lett. Akkor lássuk a szatelliteket. Amíg ezzel folyamatok előbb elmondom, hogy nagyjából a készülők a technikai paraméterei nem változtak, maradt a 20 wattos ménynyomó és a 10 wattos szatellit. A lényegi különbség a Soundstix 2-höz képest, az egyrészt a említett színvilágbeli változás, valamint az, hogy egy vékonyabb 3,5 mm-es jackdugóval csatlakozik a készülék egyik szatellite. Ez, amit itt látunk jelentében, az van ez a vezérlő szatellit. Itt is látszik, hogy egyrészt megkapta ezt a fekete állványt. Itt maga a kis hangszóróknak a műanyag borítása is belül fekete lett. Ugyanazzal az érintő felülettel rendelkezik a készülék, mint az előző. Tehát lényegében ez egy majdnem 10 éves dizájn, ugye bár Jonathan is tervezte ezt, aki a Macintosh számítógépek forma tervezője. Alapvetően tényleg egy annyira jól sikerült konstrukciója ez a Harman Kardonnak, hogy nagyon formavilágában nem akartak hozzányúlni, de igazából szerintem érthető, mert egy nagyon-nagyon jól sikerült konstrukcióról van szó. Most egy teljesség igénye nélkül, anélkül most nagyon belekötnék a kábeleket. Így fest a Harman Kardon Soundstix 3-asa. Hát ez lett volna a Harman Kardon legújabb Soundstix 3-as 2.1-es hangfalszettje. Ezek után már csak annyit lehet elmondani róla, hogy ha ki akarjátok próbálni, akkor szeretettel várunk mindenkit az iStyle András út 36-os szám alatti üzletünkbe. A készülék pedig meg is vásárolható ugyanazon az áron, mint az előző típus 49.900 forintért. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, további szép napot kívánok!